Csepeli Szabó Béla, emberibb életre vágyva. Az irigység filozófiája? Válasz B. István képviselő úr nagyúri fejtegetéseire. Uraim! Az emberi nagyságot én nem rangban és pénzben, de emberségben és tisztességben mérem. Így hát azokat, akik önfeledten dúskálva a földi javakban, a hatalom magas fentsíkján élnek, s a szegény néppel mit sem törődve, saját nagyságuk öntelt bűvöletében sütkéreznek a fényben, én az embertelen önzés, féktelen, törpelelkű óriásainak nézem, s csak azért gyötör és öl a szégyen, hogy míg hazánk ezernyi gondja, mély ráncokat vés homlokunkra, munkánk szinte minden gyümölcse, s földünk szép nagy aranydiója, ott recseg-ropog összetörve az önök szűk markú tenyerében, vagy beletaposódik a sárba. S mindezt, uraim, mindezt nem az irigység filozófiája mondatja vélem, de örömre, fényre szomjazó népem elemi életvágya és igazsága villantgatja tollam hegyére. S a fölénk hajló olimposzi égbolt vaksin hunyorgó ablakára.